Ön a Matthias Korvinus Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon. Hangeri Helps Magyarország segít. De kinek és hogyan? Erről is fogom kérdezni mai vendégemet. Üdvözlöm az MCC Podcastjának hallgatóit, Kis Rajmund vagyok a diplomáciai műhely vezetője, és mai vendégem Azbej Tristan az üldözött keresztények megsegítéséért és a Hungary Helps Magyarország Segít Program megvalósításáért felelős államtitkár. Szeretettel köszöntelek államtitkár úr, és köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásomat. A bon napot kívánok, szervusz, örülök, hogy itt lehetek. Évek óta figyelem a, a, munkád a hazai, a nemzetközi sajtóban, valamint a közösségi média különböző platformjain. Számomra ez nem is munka, inkább küldetés, egy keresztény diplomáciai misszió, hogyha mondhatok ilyet, hiszen bár államtitkárként, de mint egy utazó diplomata, a misszionárius járod a világot, a Kaukázustól dél ázsián keresztül, a szubszaharai Afrikán így képviseled Magyarországot, a magyar kormányt. És ne legyünk szerények mindezt óriási sikerrel, hiszen van egyrészt egy kézzelfogható, látható, mérhető siker, és van egy ennél is fontosabb, hosszú távú bizalomépítés a nemzetközi partnerekkel, amit nehéz sokszor forintosítani a hosszú távú nemzetközi kapcsolatainkban. De kérlek, hogy a podcast beszélgetésünk elején néhány mondatban mutasd be a Hungary Helps programot hallgatóinknak. Hogyha definíciót keresünk, akkor a Hungry Helps program Magyarország nemzetközi segítségnyújtási programja. Tehát ez így röviden leírva egy szakpolitikát fed le. De arról remélem, hogy majd a mai beszélgetésünk meggyőzi a hallgatókat, hogy jóval többről van itt szó, mint egy szakpolitikáról. De hogyha innen fogjuk meg, akkor azt a felismerést követte, a Hungary Helps program indulása, hogy Magyarországnak küldetése van a világnak az Európán kívül eső részén is. Egyrészt van egy erkölcsi kötelessége, hogy Magyarország odaforduljon az ártatlanul üldözött keresztény testvérek irányába, sőt, általában véve azokhoz az ártatlanul szenvedő vagy nélkülözés szenvedő közösségekhez, akikhez mi el tudunk érni, és bármilyen módon meg tudjuk az életüket, a közösségek jövőjét, sorsát változtatni. Tehát van egy ilyen erkölcsi hozzáállás, a másik pedig pragmatikus. a Hungary Helps program Magyarország segít, a felülete szemlélődő azt hiszi, hogy ez egy ilyen jó szándékú karitatív klub vagy, vagy gondolat. Van, akik azt hiszik rólam, hogy én egy civil szervezetet vezetek. És benne van a, a jó szolgálatnak a átéltsége, de ugyanakkor ez a magyar államnak, a magyar kormánynak egy programja, és mint ilyen a magyar állampolgároknak az érdekét kell szolgálnia. Tehát azzal együtt, hogy benne van a humanitárius segítségnyújtásnak az elve, ez egyébként nem titkoltan nagyon komolyan egy migrációs politikai intézkedés sorozat is. Tehát annak a migrációs politikai célnak a megtestesülése, illetve azt fejezik ki a Hungary Helps program, hogy az embereket helyben kell tartani a szülőföldjükön, ahelyett, hogy a migráció menedzselésével Magyarországra hozzánk őket. Tehát egyrészt nehéz sorsokat, nehéz helyzetben levő közösségeket szeretnénk megsegíteni, másrészt lehetővé szeretnénk tenni az ő számukra, hogy megmaradjanak a szülőföldjükön, a saját országukba, és ezáltal meg, akarunk véde, meg akarjuk védeni a magyar és az európai társadalmakat attól, hogy a 2015-ben tapasztalt első migrációs-inváziós hullám az csak növekedjen, és végső soron elsöpörje majd az európai kultúrát és társadalmakat. Én említetted a biztonságpolitikát, amikor egy humanitárius megközelítésen keresztül helyben segítünk. Én úgy tudom, hogy az elmúlt években a Hungary Health Programnak köszönhetően mintegy félmillió embernek sikerült a szülőföldjén maradni, aki biztos, hogy nem indult el ő Európa felé, vagy akár Magyarország felé. Egy kicsit beszéljünk akkor az afrikai biztonságpolitika és a humanitárius aktuális helyzetéről. Az afrikai kontinens az a jövőnk szempontjából kulcs fontosságú. Van, aki a veszélyeknek a, a kontinenseként tekint Afrikára, van, aki pedig a lehetőségek kontinenseként. Valójában mind a kettőt tapasztaltam, amikor ott jártam, meg amit megtudtam erről a, a földrészről és a veszélynek és a lehetőségeknek is a magjában az áll, hogy a következő és lehet, hogy az utolsó nagy népesség robbanás a világon, az Afrikában fog bekövetkezni, vagy éppen most következik be mindenféle statisztikákat, pontosabban a, hát előrejelzett számokat szoktak ezzel kapcsolatban mondani, ami ettől egyig elképesztő, tehát például Nigéria, amelyik most jelenleg 200 milliós ország, a századunk közepére már 300 millió fölött lesz a jövendőlések szerint lélekszámát tekintve, és a világ harmadik legnépesebb országa lesz. Még ebben a században legalább egy milliárddal többen fognak Afrikában élni. És a lehetőséget azt ebből nem kell nagyon Sokat gondolkozni azon, hogy hogy megkapjuk. Egy bővülő, egy rohamosan bővülő piacról beszélhetünk Afrikában. Nem csoda, hogy minden ország és minden cég, illetve befektetők özönlenek Afrikába. De látjuk a veszélyeket is, akkor is, hogyha a, a már nyitott és aktív migrációs útonokat nézzük, látszik, hogy Afrika nem lesz képes tartani az ütemet gazdasági fejlődésben, vagy akár az állami struktúrák tekintetében ezzel a népesség robbanással. Tehát ami most tapasztalunk, hogy egyre több területét érinti Afrikának a fegyveres konfliktus, az éhezés, az éhínség, a gazdasági súlyos depriváció, ezt a népesség robbanás csak növelni fogja is. Azon kívül, hogy ez a történelemben még ez idáig talán nem is látott léptékű vérengzésekhez, népírtásokhoz, tömeges halálesetekhez vezethet, ezen kívül potenciálisan megnöveli az európai irányú migrációnak a forrás régiójában a migrációnak kitett. Lakosság számot a néhány tízmillióról a több millióra És egy több milliós tömeg esetében nincs az a határvédelem, ami megállítja őket a teljes földközi tengernek, vagy a szárazföldi utonalaknak a, a, a szintjén, illetve Európának ezen a határain. Ezért fontos az, hogy Afrikával foglalkozzunk, a gazdasági lehetőségek azok felbecsülhetetlenek és kimerülhetetlenek lesznek, de ugyanakkor, hogyha a világ nem fog össze, beleértve a magyar hozzájárulást is, amit már mi a hangrélszolgonomon szóval be beleteszünk, akkor a környező régióknak a, a pusztulását, gyakorlatilag történelmi utáni, apokaliptikus időket okozhat az afrikai népességrobbanás. A, a program nem csak Afrikában nagyon aktív, hanem a a közel-keleten, hogyha már Afrikáról kérdeztem, akkor szeretném megkérdezni, hogy a közel-kelet biztonságpolitikai és humanitárius aktuális helyzetét, hogyha értékelnéd a hallgatóinknak? A Közelkeleten keleten a... visszatekernék, és egy személyes friss benyomással kezdeném. Szíriába látogattam januárban tehát hivatalos állami delegáció tagjaként nem tudtam oda menni, mert nincs Magyarország és Szíria, vagy legalábbis az Assad rezsim között diplomáciai kapcsolat, ezért zarándokként érkeztem. De természetesen nem mulasztottam el, hogy találkozzak a keresztény egyházi vezetőkkel, meglátogassam a támogatási helyszíneinket és a közösségeinket. És az, amit ott találkoztam a hétköznapi emberekkel való beszélgetések során, az számomra nagyon jól összefoglalja a közelkeleti helyzetet. Azt mondják az emberek, hogy végre béke van és nyugalom. Mondják ezt egy olyan országban, ahol azért még Idlib környékén és más helyeken rendesen hadi cselekmények, fegyveres összetűzések vannak. De eljutott Szíria, a Levantei térség abban a színbe, amikor már az, hogy egy-két megyében a háború dúl, és bombázzák egymást az emberek, meg véres támadások vannak, az már a nyugalom időszakának tűnik. Ha a levantei térséget nézzük közel-keleten, akkor azt látjuk, hogy az iszlám állam, mint kvázi állam szervezet az összeomlott, de ennek ellenére sejtekben megvan még az iszlamizmus, de a két jelentősebb országban, Irakban meg Szíriában az a elsősorban muzulmán felekezetek közötti ellentét, meg az etnikai ellentétek, azok azok nem nyugszanak most. Éppen csak Szíriában időzően, csak Szíriában van igazi polgárháborús jellege, de szétfeszíti továbbra és ezeket az országokat a feszültség. És akkor ott van az eddigi uh, szilárd bástya, Libanon, amelyik a libanoni polgárháború óta egyre inkább a, a, a stabilitás útjára lépett, és megtalálták a nagyon érzékeny, de mégis valamilyen csoda folytán működő egyensúlyt a, a szunnita, a síta és a keresztény lakosság között. Libanon mencsvárként, menedékhelyként szolgált a szíriai háborúnak a kezdeti szakasza alatt is, és azáltal, hogy két millió ember érkezett oda, vagy másfél millió menekült csatlakozott a félmillió palesztin menekült mellé. Libanon megrappant, és most is a szétesés szélén Állnak. Úgyhogy éppen ezért a közelkeleten csak azért, mert nem láttunk olyan képeket a híradásokban, amikor az iszlám államnak a gyilkosai mészárolják a narancsága a rabrába öltöztetett embereket, amikor az igazán látványos már népírtás szintű atrocitások megszűntek, éppen ezért nem hagyhatjuk magára a közelkeletet ennek ellenére, hogy látszólag, látszólagotan nyugodtabbak lettek az, az, állapotok. Most van egy lehetőség, hogy lassítsunk egy újabb spirált, amelyik a szétesésbe és a konfliktusokba vezet. Személyes történettel kezdted ezt a részét a beszélgetésünknek, ezért ez egy személyes történettel válaszolok. Szerintem abban is nagyon egyedi a Hungary Helps program, hogy ott vagy a helyszínen a programvezetői államtitkárként. Én ezt hiányoltam évekig. Négy évig dolgoztam Genfben állandó képviselőként, képviselhettem hazámat, és teljesen más területen, kereskedelem politikában. De mindig mondtam a, a kollégáimnak és több nemzetközi szervezetnek is, hogy, hogy úgy érzem, hogy amikor a tehetős donor országok több száz millió euróval, vagy akár milliárd euróval támogatják akár a fejlődő, vagy a legkevésbé fejlődő országokat, sokkal kevésbé hatékony, mint hogyha jóval kisebb büdzsével, de igenis oda megyünk, feltűrjük az ingújat, segítünk ott a helyszínen, és látjuk is az azonnali közvetlen impactet, a közvetlen hatását annak. Az egyetlen egy ilyen szervezet volt, amit akkor Arancsa González vezetett a jelenlegi spanyol külügyminiszter, és vele értettem együtt, amikor százezer euróból csodát csináltak egy-egy afrikai faluban, mert bárkódot vittek, vagy csak ceruzákat vittek iskolában. És pont ez az egyik talán legszebb része a munkádnak a hosszú távú diplomáciai mellett, mert sokszor a legjobb szándék is kevés, hogy egy diplomata, egy kormánytisztviselő vagy politikus munkája kézzelfogható eredményeit nagyon rövid időn belül lássa. Te pedig és a kollégáid látod, amikor a csillogó szemű gyerekek leülnek a felújított iskola padjába, vagy a kútból tiszta víz folyik. Oribile Dikto, a család elindul a misére, mert Magyarország felújította egy templomot. Tehát ezek a kézzelfogható sikerek, gondolom a közösség számára is, és a ti munkátokban is egy azonnali visszaigazolást adnak. De ez is bizonyítja, hogy ott kell lenni, és transzparensen figyelni is kell, illetve akár monitor feladatokat is el kell látni, hogy transzparensen költsék el ezeket a, ezeket a támogatásokat. Igen, a Hungary Helps programmal a, igyekszünk kellően szerények lenni, ez egy öt éves program, kisgyermeki korban jár, és a hatását és a múltját tekintve nem lehet összevetni a tehetősebb nyugati országoknak a nemzeti nemzetközi segítségnyújtási programjával, akik adott esetben már évszázados múltra tekintenek vissza. De a mi, hogy mondjam, hátrányunkat előnyünkre fordítottuk azáltal egy kis programként indult, és fiatal, mi, minket nem kötnek a szakmának az évszázados berögzült gondolatai, mi tudunk kísérletezni. És amire büszkék lehetünk, és ezt a szerénytelen mondjuk megjegyzést enged meg nekem, kérlek, hogy a Hungary Helps programról az biztosan el lehet mondani, hogy egy rendkívül hatékony programról van szó, szóval az erőforrásainkat nagyon hatékonyan használjuk. Egyrészt van egy ilyen hozzáállásunk, hogy nem magunkra költünk, hanem a, a, a programra, ami nem evidens sajnos a nemzetközi gyakorlatban. Másrészt pedig a személyesség, a személyes találkozások és a, a személyes meggyőződés az, ami megalapozza a, a támogatási döntéseket is, meg azoknak a kezelését. A hatokönságra egy példát szeretnék mondani, azt talán te is ismered ezt a tényt, hogy ha egy tetszőleges nagy nyugati programot nézünk, például egy ENSZ programot. ott az úgynevezett adminisztrációs vagy programköltségek egészen magas részt el tudnak érni. Akár a 30 ot is. Gyakorlatilag az adományra fordítható összeg egy harmada, a, egy harmada magára költi a, a program. A, nekünk is van ilyen kimutatásunk, esetleg megengedsz egy, megkockáztatsz egy tippet, hogy nálunk ez hány százalék, ami az ensz 30? 10 százalék alatt. 10 alatt, a, jó, jó a válasz egyébként, annyira alatta, hogy a 2020-as évre vonatkozóan a az adminisztrációs költségünk, amit magára fordított a program, az 2,7% volt. Tehát egy elképesztő egy tizede például egy nagyobb programjának. De ez a szakmai része, ez a gazdálkodási része, a másik valóban a, a személyesség. A magyar emberek pénzével gazdálkodunk, a magyar emberek az adófizetőknek, a pénzének elsősorban a magyar emberek boldogulását kell, hogy segítse. Éppen ezért a Hungary Helps programra arányosan mértéktartó keretet fordítunk. Egyébként évenként átlagban olyan 5 milliárd forint, amit, amit ezekre a célokra száll a magyar kormány, és fordítunk. Ezt úgy, hogy az egész Cselekvésünknek és a programnak a végén elmondhassuk azt, hogy öt év alatt félmillió embernél is többhez értünk el közvetlenül, direkt módon adományokkal, úgy tudjuk elérni, hogyha tényleg a lehető legfontosabb humanitárius helyszíneket választjuk ki. Éppen ezért nem uh, spórolhatjuk meg azt, hogy oda megyünk, beszélünk a, az, az emberekkel, megnézzük a helyszíneket és nem azért, mert átvernének minket, általában egyházi partnerekkel dolgozunk együtt, akik megbízhatóak, hanem hogy tudjuk rangsorolni, hogy a humánum és a magyar érdek szempontjából mi a prioritás. Így januárban jártam Szíriában, de most, amikor felveszek ezt a podcastet, ahhoz képest egy héttel ezelőtt ilyenkor pedig egy nagyon fontos afrikai, mégis szinte teljesen ismeretlen afrikai migrációs forrás régiós országban, Maritániában jártam. De ezek a kapcsolatok, hogy az elején is mondtam, természetesen az adófizetőknek az adója az prioritás, és nagyon transzparensen, és nagyon jól, nagyon gazdál kodva osztjátok be, de ez egy hosszú távú befektetés, úgy gondolom mindannyiunk számára, és tudom, hogy még Európában is sokszor segít, hiszen bilaterális kétoldalú szerződéseket kötök akár lengyel kollégákkal, szlovén kollégákkal, ez még a régióban is segíti a diplomáciát, sőt azt is tudom, hogy több kormány részéről a Hungary Helps program egy iránymutatás, sőt többen akár ö, nyilvánosan még le is másolnák, vagy követnék ezt a programot, vagy csatlakoznának hozzá, annyira egyedülálló, ö, hogyha összehasonlítjuk a nagy több milliós nemzetközi programokkal, ahol egyébként nincsen ki a terepen, és nincsen helyi tudás és akarás. Ja, na, a hangari Health elsősorban egy humanitárius segítségnyújtási program, és mi, akik benne dolgozunk, ebben hiszünk. tragikus sorsokat szeretnénk jobbra fordítani, de amellett, hogy kormánytisztviselő vagyok, a KDNP alelnökeként politikus is, és ezért megint csak ez nem egy titok, nem egy, egy felfedett ilyen boszorkánykonyás valami, hangjájára szogam egyben egy, egy politikai innováció is. Egy olyan politikai innovációja a magyar kormánynak, hogy külpolitikai vonatkozáson az egyik legfelismerhetőbb magyar politika lett az üldözött keresztények megsegítése és a Hungary Helps program. És ebben, amellett, hogy bemutatja, hogy mi mit gondolunk a világ dolgairól, a biztonságpolitikáról, a, a migrációról, van ezek mellett egy nagyon erős identitáspolitikai üzenet is. Azzal, hogy kiállunk amellett a közösség mellett, akikről nem illik a liberális szalonokban beszélni, akiknek az üldöztetését el akarják tagadni azok az erők, akiktől nem áll távol a keresztény elleneség és az egyház elleneség, tehát, hogy mi támogatjuk az üldözött keresztényeket. Ebben van egy nagyon erős ideológiai, világnézeti üzenet is Magyarország és a magyar kormány részéről. És ennek eredményeképpen a Hungry Helps program, és ez az egész gondolat megosztó lett, a diplomáciai szintéren. Megosztót általában arra szoktuk mondani, ami botrányos, és ezért ez ilyen kis finomítása szokott ennek lenni. Ebben az esetben nem erről van szó. Az biztos, hogy azok a diplomáciai partnereink, akiknek beszéltünk a hangrejel szolgálomról, bemutattuk az eredményeinket, és beszéltünk a céljainkról, azok semlegesen sose viszonyulnak hozzá. Tehát van egy alapvetően keresztény, séggel kapcsolatos, szeptikus hozzáállás, vagy a magyar kormányjal kapcsolatban kritikus hozzáállás, amelyik más emberi jogi területeket karolna föl, nem a keresztények védelmét, hanem mondjuk a szexuális orientációs kisebbségnek a, a védelmét. Az ő szemükben ez egy vörös posztó. Vörös posztó az, hogy egy ilyen kis ország korlátozott erőforrásokkal, mint Magyarország hozzá tudott járulni több, mint félmű ember esetében, hogy a szülőföldjükön tudjanak maradni. Más országokban, ahol van egy, egy egyetértő rezonanciája a migráció megelőzés, valamint a keresztény identitáspolitikai üzeneteknek is, ott viszont a Hungary Health szlogan miatt, vagy amiatt is, egyebek mellett, mint például a család politika Magyarországot példaként emelték föl. Az egyik leg Jobb példa erre, és a mi szempontunkból a legnagyobb diplomáciai sikert az amerikai fogadtatása programunknak hozta. Nem mondanom sem kell, még a Trump kormányzat alatt ezt a hallgató kedvéért megpróbálom lefesteni. Tehát egyik nap ültem az államtitkárságunkon, az íróasztalomnál, és, és jött egy e-mail, amiben azt szerepelt, hogy várnak szeretettel a Fehérházban azon a ponton én azt hittem, hogy valaki szórakozik velem, tehát ez ilyen beugratós dolog, de nem. Arról volt szó, hogy várnak a ház van ott, Mike Pence akkori alelnöknek a kabinet igazgatója volt az, aki fogadott, és kérte, hogy gyakorlatilag ilyen tolbamondás szerűen írjam le, hogy hogy működik a, a Hungary Helps program. És én ezt megtettem, akkor még helyettes államtitkár voltam, egészen Szürreális volt a helyzet, hogy ott vagyok, figyelik, amit mondok, és jegyzetelnek szorgalmasan. Majd két napra rá Mike alelnök bejelentett, hogy az Egyesült Államok helybevitt helybe vett közvetlen segítséggel üldözött keresztényeket megsegítő programot indít. Először Irakban kezdték meg ezt a programot. Nem csak elindít, hanem deklaráltan magyar mintára, és, és közös megvalósításban kezdtünk el dolgozni az amerikai partnerekkel, Irakban. De ezen kívül persze vannak hasonlóan gondolkodó országok, akiket szerintem senki sem lep meg, hogy csatlakoznak hozzánk, és közösen szolgáljuk, visszük, propagáljuk ezt az ügyet. Ilyen például Lengyelország, de van közös ügyünk és együttműködésünk Szlovéniával, Horvátországgal, és még sorolhatnám ezeket az országokat. A ja, 2018-as példánál maradva emlékezhetünk, hogy a Trump-forbán Viktor találkozón is téma volt, és azóta is a volt amerikai elnök mindig megemlíti, akár személyesen, akár telefonon egyeztetnek, hogy mennyire elismeri Magyarországnak ezt a tevékenységét, ezt a misszióját, hogy fellép a világban a keresztények védelme érdekében. Hogy látod az elmúlt években, hogy alakult a, a keresztények vallásszabadságának a helyzete, a vallásszabadságának a joga? a kereszténység, hogyha kultúraként és, és vagy közösségként tekintünk rá, akkor nagyon súlyos támadások alatt áll, és a többet számon itt hangsúly van, mert ez a támadás ez legalább két frontról érkezik. Az egyik, amiről szoktunk beszélni, meg eddig is utaltunk rá, ez az erőszakos keresztény üldözés, ami fizikai atrocitásokban, vagy éppen teljes jogfosztásban jelenik meg, és ami a kereszténységet a világ legüldözöttebb vallásává teszi. Amikor azt mondjuk, hogy a legüldözötte vallása a kereszténység, akkor persze a nyugati liberális jogvédők, akiknek szelektíva szolidaritása, ezt kétségbe vonják, pedig a számok mutatják ezt, egy frissiben kijött kutatás szerint a világon 360 millió keresztény embert diszkriminálnak, tesznek ki terror támadásoknak, vagy éppen bizonyos országokban népírtás szintűen, rendszer szintűen üldözik őket. 360 millió üldözött, diszkriminált embernek a sorsa szerintünk, szerintem a világ legnagyobb emberi jogi válsága teszem hozzá, a legelhallgatottabb emberi jogi válsága is. Tehát abszolút számon ez a 360 millió nagyon magas, de relatíven is magas, mert az egy évvel az előtti kutatás még 340 millió emberről beszélt, tehát folyamatosan növekedik ez a szám. Persze meg is teheti, mert senki sem szabennek gátat. A nemzetközi szervezetek, a diplomáciai közösség nem foglalkozik az üldözött keresztényeknek a kálváriájával. Ez az egyik front, a másik, amiről kevesebb szó esik, ha bár talán most már Magyarországon egyre többen vannak, akik kezdünk erre felfigyelni. Arra, hogy eljutunk oda lassan, hogy missziónká válik, hogy kiálljunk a nyugati keresztény embereknek az emberi jogai és a vallás szabadsága mellett. Mert a nyugaton tapasztalható keresztény ellenesség kezd egyre teljesebb körül, kezd egyre több jogot tipróvá válni, sőt, kezd erőszakossá válni. Amikor néhány évvel ezelőtt láttuk, hogy gyarapodnak az ilyen Keresztény gyalázások, meg az ilyen szellemi típusú keresztény ellenes megnyilvánulásuk, akkor már fölemeltük a, a szavunkat ez ellen, de ilyenkor lehúroktak minket, hogy olyan már mit, mit fújjuk föl itt, a, a, mi próbálunk a bolából elefántot csinálni. A keresztények csak ne érzékenykedjenek, úgyis elég történelmi bűn terheli a, a lelküket, ne teremtsenek magukból mártért. Aztán azt láttuk, ahogy ez a szellemi keresztény ellenesség egyre jogfosztóbb lett. Egyre jogfosztóbb lett, és ilyen apró, apró jelek kell indult. Például, amikor az emberi jogoknak az Európai Bírósága az jóvá hagyta azt, hogy az Európai Unió területén, hogyha egy Munkaadó úgy gondolja, hogy kirúgja az alkalmazottját azért, mert keresztet viszessel a nyakába, az bármifajta retorzió nélkül megteheti. Tehát az emberi jogok bírósága jóvá hagyta azt, hogy egy munkaadó adó jelképnek a viselése miatt kirúghat bárkit, és ez nincsen jogorvosati lehetőség. Aztán egy amerikai példát említve, hogy a nagyvíz másik oldalára is átevezzünk, ott voltak olyan esetek, amikor egy keresztény munkaadó megtagadta azt, hogy a munkaadó által fizetett egészségügyi biztosítás, vagy kínált egészségügyi biztosításba bevegyék az terhességi, a művi terhesség megszakítást, akkor utána feljelentették és bíróság elé vitték, hogy megsértette az abortuszhoz való jogát a, a, a női alkalmazottainak. Ez egy bonyolult eset, azt kell, hogy magyarázzam hozzá, Amerikában a munkaadó Szokott egészségbiztosítást kínálni a, a munka a, a vállalóinak, és ő határozza meg, hogy milyen, mit takar az egészségbiztosítás. És egy katolikus szerzetes rend által működtetett intézmény esetében megtagadták lelkészenti okokból, Ez egy katolikus szerzetes rend nem fog terhességének a megszakításáért fizetni. Hogyha az nem életmentő jellegű megszakítás. És ilyen, ilyen dolgok miatt már bíróság elé citálják őket. Több ilyen kirakat per is volt, nyilván provokációk után, amikor cukrászokat vittek bíróság elő és ítéltek el, amiatt, mert nem voltak hajlandóak kiszolgálni, tortát sütni, homoszexuális emberek esküvője. És a legújabb ilyen súlyos jogfosztást eredményezhető ügy pedig a Finn volt belügyminiszter Pávi Rassanennek az ügye, azért citáltak bíróság elé, mert mindenfajta változtatás vagy kommentár nélkül közé tett idézeteket a Bibliából. Ez lett volna a következő kérdésem, hiszen most ezt a podcastot február 14-én hétfőn vesszük fel, és tegnap civil szervezetek kezdeményezésére közel 3000 ember szolidaritását fejezte ki a finn nagykövetség előtt itt Budapesten, 3000 magyar. Ezzel is megvédve ugye természetesen mindenkinek a jogát, hogy a Bibliából idézhessen, hiszen teljesen... Elképesztő, hogy ezért neki ma bírósági tárgyaláson kell részt vennie. Hogy jutottunk el ideig, hogy történhet ez meg az Európai Unióban, hogy történhet ez meg most itt Finnországban? A keresztény Európában. Egy ö, lépcső ö, fokok sorozatán haladunk a totális ö, keresztény ellenesség ö, irányába ezt most már, hogy látjuk az elmúlt éveknek a tendenciáját, nem túlzás kijelenteni. Tehát kezdődött az, azzal, hogy a keresztény embereknek a érzékenységébe büntetlenül be lehet gyalogolni, a keresztényeket és a kereszténységet lehet gyalázni. Folytatódott azzal, hogy a közterületekről kiszorítják, akár a fizikai, akár az átvitt értelembe vett közterekről kiszorítják minden keresztény hivatkozást. Ugye a kereszteket leveszik Franciaországban másik Szent Jánás a, a szobráról, mert sérti a nem keresztény embereket az ő olvasatokban. Aztán folytatódott azokkal az esetekkel, amikor, amiket említettem az előbb, hogy a lelkiismereti meggyőződésüket keresztény emberek nem fejezhetik ki, vagy hogyha kifejezik, akkor megbüntetik őket ezért. Hogyha a Pájvi Rassanent elmarasztalja a finn bíróság, akkor egy újabb lépcsőfokot tettünk meg, mert már az, azt az jelenti, hogy már a hit tételek válnak gyűlöletbeszédé. Tehát akkor már hittételeket fognak gyakorlatilag betiltani. Hogyha a Bibliának egy szakaszát nem lehet idézni, akkor a Bibliát gyakorlatilag betiltották. És innentől kezdve az embereknek nem csak a mindennapos életében tilos a keresztény elköteleződésüknek a megvallása, hanem általában a hitvallás is igaz. És ilyet a legsúlyosabb iszlamista diktatúrákban látunk, hogy elkövetnek más vallású emberek irányba. Tényleg olyan helyeken, ahol már a szélsőséges értelembe vett sária jogrend uralkodik a polgári jogrend helyett. Ebbe, ebbe a szélsőséges keresztény ellenes világba Ebbe a berendezkedésbe és ebbe a jogrendbe tartanak a nyugati, illetve hozzánk képes most már az észak-európai liberális társadalmak is. Úgyhogy nagyon riasztó és nagyon súlyos ez az eset, és abban tudunk reménykedni, hogy a bírósági ítélet nem fogja megteremteni a precedenst a a, a Bibliának a cenzúrására és az embereknek a cenzúrászására és az embereknek a hitének a megvallásának a visszaszorítására, de abban biztosak lehetünk, hogyha talán még itt egy, egy kedvező ítélet folytatódik, ez az új vonal, ez egy nagyon tudatos, nagyon tudatos törekvés a keresztény ellenes politikai irányzatok köréből. Ezek sorakozni fognak egymás után, és addig fogják ezeket a kirakatpereket, meg ezeket a rágalmakon alapuló veszélyfutásokat indítani, ameddig nem születik meg valahol egy precedens. Nagyon reméljük, hogy, hogy nem így lesz. Ha már az MCC-ben vagyunk, akkor beszéljünk egy kicsit a, a fiatal tehetségekről és a Hungary Helps és az egyetemek közötti kapcsolatról. Úgy, úgy tudom, hogy Dunajvárostól, Miskolcig, Szegedtől, Pécsig sok egyetemnek van kapcsolata a Hungary Helps programmal. Hogyha erről tudnál egy pár mondatot még nekünk mondani. Nekünk a helyvel segítség az alapelvünk, a helyi közösségeknek a, a megerősítése, és ezt sokféle módon igyekszünk támogatni és elérni. Az egyik, amiket a legkézenfekvőbbek, a helybe, helybe vitt humanitári segítségnyújtások. Elindítottunk egy ösztöndi programot is kisebbségben élő keresztény közösségek fiataljai számára főleg olyan fiatalok számára, akik a hazájukban nem vagy csak nehez, nagyon nehezen juthatnak egyetemi oktatáshoz, bármilyen okból, depriváció vagy éppen diszkrimináció miatt is. Őket hívtuk Magyarországra, Magyarországi Egyetemekre. Én nagyon hálás vagyok a, az oktatási intézményeknek, hogy több mint 16 Magyar Egyetem csatlakozott be ebbe a, a programba. Ahhoz, hogy részvegyenek ezek a fiatalok Magyar Egyetemeken, három feltételnek kell megfelelniük. Tartozzanak egy veszélyeztetett, vagy fenyegetett, vagy nélkülözésnek kitett á, afrikai vagy ázsiai keresztény közösséghez. Legyenek jó uh, hallgatók, szorgalmas tanulók, ha már eljöttek Magyarország. Sose a, amit mi adunk, a sose egy ilyen leereszkedő alamizsra könyör adomány, az annak a, akkor tudjuk adni, és akkor adjuk, hogyha kihasználják azok, akiket uh, támogatunk ezzel. Harmadik feltétel pedig, hogyha végeztek Magyarországon, akkor térjenek vissza a közösségeikhez, vagy bármi más módon a közösségeiket erősítsék meg. Jelenleg 200-an tanulnak Magyarországon, üldözött keresztény és más módon hiányszenvedő keresztény közösségek fiatalja, és gyakorlatilag amire vállalkoztunk, hogy ezekben a közösségekben a jövő vezető generációját Magyarországon képezzük ki. Ez is egy nagyon okos és hosszú távú befektetés, tervezés, amiből biztos vagyok benne, hogy Magyarország, a magyar diplomácia és a magyar emberek is előnyt fognak szerezni hasonlóan a Stipendium Hungaricum programhoz. Ez mondjuk specifikusabb a ti programotok a hallgatók számára. Még február van, alig kezdődött el az év végül, hagyd kérdezzem meg, hogy mik a, az idei tervek, nem csak az utazásokkal kapcsolatban, mik a célok a a programmal kapcsolatban a világban? Hát, hogyha geográfiailag nézzük a stratégiai célkitűzéseinket, a közel-kelet nagyon sokat szenvedett az elmúlt időszakban, a levantai térségből mert a keresztényeknek a lélekszáma hatalmas és tragikus csökkenésen esett át, például Irakban, még az éve, tehát két évtizeddel ezelőtt másfél millió keresztény élt, most pedig 200 ezer. Szíriában tíz év alatt kevesebb, mint fe, felére zsugorodott a keresztény közösségnek a, a létszáma. A következő években azok a célkitűzéseink, hogy a megmaradt keresztény közösségeknek a, az intézményeit e, támogassuk. Az újjáépítés az e, kezd kiteljesedni, tehát konkrétan a, a egész keresztény településeknek a újjáépítéséhez járultunk hozzá. Most az egyházi intézmények, amik nagyon sokszor a gyenge vagy bukott államnak az intézményeit pótolják, azoknak a fenntartása a, a célunk, ez társulunk hozzá, ebben segítünk, hogy az a maradék maroknyi keresztény közösség az meg tudjon maradni a közel-keleti régióban, a Szentföldön, a kereszténység bölcsőjében az igazi véres áldozatokkal járó keresztény üldözések a súlypontja az a szubszaharai régióba került át. Ezzel együtt a mi programunknak is a földrajzi középpontja, az ha nem is került el a közel-keletről, de megjelent egy ilyen középpont Nyugat-Afrikában, és Közép-Afrikának az egyes régiójaiban is. Itt hát szomorú módon a feladatunk az az, ahol mi még Irakban és Szíriában volt néhány évvel ezelőtt, itt humanitárius gyors segélyezés, életmentő támogatásoknak a, 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 a nyújtása a történik részünkről, és ezt tervezzük. Sajnos erre van szükség a következő években is. Ezzel együtt a következő. 48 napnak pedig az a feladata, hogy számot adjunk a programunkról, és kérjük a magyar választópolgároknak a felhatalmazását, hogy a kormánynak más programjaival együtt a Hungary Health is tovább vihessük a következő négy évben. Ezt kívánunk neked, nektek és a csapatodnak nagyon jó egészséget, sok sikert, vidd a jó hírünket a világba, tudja meg mindenki Magyarországon kívül és itthon is, hogy Magyarország segít. Hungary Helps, az vagy Trisztán államtitkár úrnak nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És köszönöm a lehetőséget. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.